Családja, barátai és tisztelői a Csutora temetőben vettek végső búcsút az életének 65. esztendejében elhunyt Lukács Józseftől. Lukács József Marosvásárhelyről érkezett Székesfehérvárra családjával a 80-as években. Szeretett hivatásában fogorvosként dolgozott, előbb városunkban, majd Abán. A kezdetektől jelen volt a rendszerváltást előkészítő országos szellemi műhelyekben, és a 80-as évek végétől aktívan bekapcsolódott Székesfehérvár politikai közéletébe is. 2002 és 2006 között képviselőként, előtte és utána az önkormányzat bizottságainak külső szakértőjeként szolgált a Székesfehérvár közösségét. Polisztor volt, választott hivatásaiban is, hiszen egyszerre volt fogorvos, és egyszerre volt újságíró. De volt ő íróember, volt ő közösségi ember, volt ő közösségi emberként, és azon belül családfő, családapa. Ott volt a Vörös Marti Társaság, aminek alelnöke volt. Ott volt a Fidesz Fehérvári Szervezete, aminek szintén alelnöke volt. Önkormányzati képviselőként szolgálta ezt a várost. Szolgálta bizottsági tagként. Szolgálta a Média Centrumban egy alkotó közösség tagjaként. Szolgálta itt Székesfehérváron, szolgálta Abán, és sosem felejtette el, ezért élete végéig szolgálta Erdélyt. Lukács Józsefet a város saját halottjának tekinti.